A műsorszám támogatója a CCC. A jóízű beszélgetésért köszönet a Flódnisnak. Sütemény, örökség, minőség. Arra lennék kíváncsi, hogy nálad ez mitől függ, hogy éppen melyik stádiumban vagy? Hogy éppen fent vagy, vagy lent? Elég egy rossz komment, vagy csak úgy a hormonok, minek hatására hát alakul az emberektől, a hangulatod? Az emberektől függ, mert most pont azt a korszakomat élem, amelyikben egy picit ilyen begubózós énem van előtérben. El is költöztem Budapestről, és nem nagyon van kedvem kimenni az emberek közé. Harciasság egyébként a betegségeddel együtt jött veled, vagy már ez gyerekkorodban is ott volt a lelkedben? Ez gyerekkor. Akkor mi ellen pöröltél, dacoltál? Magadért álltál ki akkor is, vagy másokért? Magamért. De akkor, abban az életszakaszodban mi ellen küzdöttél, mik ellen harcoltál, emlékszel még arra? Akkor is ez az őrület nagy igazságérzet volt az, ami nagyon tombolt bennem, és emlékszem rá, hogy ugye én 3 éves koromtól vagyok szemüveges, tehát mindig ez az életem része, hogy én szemüvegben vagyok, és volt egyszer egy tesi óra, most ez ugrott be először, amikor leverték a fiúk a szemüvegem kézi közben, eleve utáltam a labdajátékokat pont emiatt, és akkor nagyon-nagyon ilyen erőteljesen odaléptem, de ilyenből nagyon sok volt még az óvodában is, hogy nem értettem az óvodában azt, hogy anyu ezt nagyon előszeretettel meséltem mostanában, nem értettem azt, hogy ott miért vannak ott még gyerekek, és ők miért játszanak azokkal a játékokkal, amikkel én akarok játszani. Tehát, hogy nekem ez a közösségbe való beintegrálódás, meg hogy ott vannak mások is, és azok hozzányúlnak, az nagyon nehezen ment. Te karakteredből így kihagyhatatlan, hogy volt az életednek egy olyan része, ahol minden buliban ott voltál, tehát, hogy minden eszembe jutott rólad, csak az nem, hogy te mondjuk bármiben is bizonytalan lennél. Akkor voltam szerintem életemben a legbizonytalanabb abban a korszakban. Hát nyilván az egy menekülés volt. Tehát, hogy miért vagy ott mindenféle buliban, nem azért, mert annyira nagyon frankon vagy önmagaddal, meg annyira jó otthon önmagaddal lenni, tehát hogy ez egy iszonyatos menekülés volt. Soha nem akarnám vissza azt az időszakot. Néztem veled egy interjút, egy 2 évvel ezelőtti interjút, amit ugye a Détot Kriszta készített veled az Elviszlek magammal című sorozatában. Az 2 éve volt talán, vagy már lehet, hogy 3 is, és akkor ott azt mondtad, hogy még neked az feladatod, hogy egy pszichológussal leülj beszélgetni, aki segít megoldani, vagy feloldozni ezeket a problémákat, görcsöket, az ellenazonosulásokat. Ez azóta már megtörtént, vagy még mindig halogatod? Ez most van folyamatban. Még csak most 3 év óta. Na, és ez például te, aki ilyen igazi tükörtartós, és vagy, és azt is szereted, hogyha eléd tartják, ezt miért halogottad ilyen sokáig? Hát közben beteg lett az anyukám, tehát neki is rákja lett annak az embernek, aki ugye végig kísért engem az utamon, és azzal telt el az elmúlt 1 év, hogy őt hordtam kezelésre. Tehát vissza kellett menni ugyanazokra a helyszínekre, ahol én is beteg voltam, ugyanazok közé, a szagok közé, tehát el tudod képzelni, hogy az milyen élmény volt idézőjelben. És ez az 1 év hozta ki azt belőlem, hogy igazából én tényleg nem vagyok még túl azon, ami velem történt. Tényleg nem vagyok még túl azon, hogy anyuval milyen a kapcsolatom, és itt van egy ilyen helyzet, amit tényleg, tehát hogy Úristen, lehet, hogy bele volt kódolva, de hogy megkérdeztem akkor, hogy ezt most tényleg miért akarjátok tőlem, tehát nekem mit kell még megtanulnom, miért raktok vissza ugyanabba a helyzetbe, oké, hogy most nem nekem fáj, fizikailag legalábbis, mert lelkileg lehet, hogy még jobban fáj, mint a sajátom, hogy egész egyszerűen nem találtam arra a választ, hogy ezt most én miért kapom, meg hogy miért az anyu kapja, pont az az ember, aki nekem nagyon sokat segített, és akinek a nagy részét köszönhetem, hogy én meggyógyultam. És arra jöttem rá, hogy akkor most kell segítséget kérni, most kell leülni azzal, hogy mi történt ott velem 7 évvel ezelőtt, amikor én rákos lettem, és hogy én azt még nagyon-nagyon nem dolgoztam fel, hogy elvállalom ezt a rengeteg kampányt, és segítek mindenkinek, és ott találtam magam egy olyan helyzetben, hogy igazából az anyámnak nem tudok segíteni. Mert nem vagyok arra alkalmas, lelkileg, hogy én elvigyem a kezelésekre, mert nem tudok oda bemenni. De ez így a családom belül egyébként miért érzed, hogy csak a te feladatod? Azt gondolom, hogy iradósa vagyok az anyámnak, és ott volt egy olyan helyzet, hogy például a húgom, a nagyobbik húgom pont akkor azon a héten szült, konkrétan megtudtuk, hogy anyu linfómás, és rá 3 napra szült a Márti. Tehát ott volt egy olyan hullámvasút,
amire senki nem akar felülni, de az egyik nap mentünk az onkológiára, a másik nap megmentünk a szülőszobára. Annyira adott volt a helyzet, hogy ezt nekem kell. És akkor mindenki szurkolt így a rajtvonalról, hogy hát most akkor megmutathatod, most visszaadhatod neki. Hát megmentette az életed, akkor most te jössz, és fú, ez most milyen szép karma, hogy most te ezt vissza tudod neki adni, de hát ez, erre nem voltam kész. Ez mennyi kérdést vett föl, akár ilyen hitbéli kérdést is. Most az ugrott be, hogy ugye követlek titeket, és olvasom folyamatosan a cikkeket, amit kitesztek, és ugye nagyon sokat publikál nálatok az Orvos Tótnői, aki pont ugye az örökölt sorsról nagyon sok mindent tud, illetve hát ugye írt is róla egy könyvet. Te ebben mennyire a hit kérdést használom, mert nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ilyen nincs, mert mindenki a saját sorsáért felelős, de azért erre vannak tudományos bizonyítékok, hogy már pedig azért ilyen létezik, hogy emlékeznek géneink bizonyos dolgokra. Te ezt mennyire vallod magadénak? Hát hogyne, hát ez most nem mondhatom azt, hogy mindenkivel biztos, hogy így van. Velünk biztos, hogy így van, én azt abszolút hiszem, mert én is olvastam a Noémi könyvét, mert nagyon sokat beszélgettem vele erről, és nekünk is a családban gyakorlatilag az összes ilyen felmenő női ágon, meg a nők, azok mind ilyen nagyon harcos, nagyon erős, nagyon ilyen erőteljes, önmagát megvédő ember volt, és az én dédnagyanyám az egy olyan ember volt, akinek elvesztette a háborúban a férjét, és neki újra férhez kellett mennie, de nem volt jó házasság, nem egy szerelmi házasság volt, és benne örökké volt ez az iszonyat dac, hogy csak ne kelljen férfitől függeni, és én ezt a ne kelljen férfitől függeni, ne kelljen senkitől sem függenem, sem érzelmileg, sem anyagilag, ne legyek kiszolgáltatva. Ez olyan erőteljesen dolgozik benne, mert csak most jöttem rá, azért beszélek már róla, hogy ez valamilyen hihetetlen ilyen vulkáni erejű érzés bennem, hogy úristen, csak nehogy valakinek ki legyek szolgáltatva. Volt olyan érzésed valaha is, hogy tök mindegy és fölösleges? Tehát, hogy nincs értelme? Volt. Nagyon sokszor. És nagyon mi? Sokszor. Nagyon sokszor kétségbe vonom azt is, hogy... És ez most lehet, hogy ilyet nem mondhat egy olyan ember, aki meggyógyult a 2B stádium rákból, de hogy nagyon sokszor kérdeztem azt meg, hogy nekem miért kellett meggyógyulnom. Hogy én ezt nem értem, hogy nekem mi a feladatom, hogyha nekem ez a feladatom, akkor én ezt nem biztos, hogy én ezt akarom. És ezt nagyon sokszor feltettem magamnak. Még visszacsatolva a 3 évvel ezelőtti interjúra, ott ugye megfogalmaztad, hogy így nem nagyon tudod elképzelni azt, hogy így együtt éljél valakivel, vagy együtt aludjál valakivel. Most nyilván nem akarok ilyen mélységekben turkálni, de arra azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy alapvetően akár így mondjuk a nőjogi aktivistáskodás okán, vagy a te harciasságod okán, a férfiakhoz való viszonyod, az hogyan változott az elmúlt években? Most erre tudnék egy nagyon vicces válaszolni. Kérlek, mondd el. Sehogy. Pont ugyanazt gondolom. De azért változott, persze, most mondok valami nagyon diplomatikusan. Hát igazából igen, ez munka alatt van ez a folyamat. Tehát, ez abszolút, ezen iszonyatosan sokat kell dolgozni. Tényleg az van, hogy mindent meg akarok azért tenni, hogy lelkileg is és fizikailag is, hogy ne kerüljek megint ugyanabban a helyzetbe. Tehát a legjobban, amitől félek, az, hogy megint beteg leszek, és ez a lassú haldoklás, tehát hogy annál nagyobb félelmem nincs, nem maga a halál, mert hogyha meg kell halni, akkor meg kell halni, de akkor az történjen gyorsan, csak lassan meghalni, szerintem annál nincsen szörnyűbb, és ezt nagyon nem akarom, és azért én mindent meg akarok tenni, hogy az egészségem az rendben legyen, tehát hogy a fizikai síkon is, és a sport is ezért van, elsősorban ezért van, meg az egészséges táplálkozás is elsősorban ezért van, meg a vidékre költözés is ezért is van, és remélem, hogy ha én megteszek ezért mindent, meg megteszem azt, hogy én lelkileg is támogatom magam abban, hogy elkezdek egy újabb terápiát, akkor talán ez nem jön vissza. Mi jut róla eszedbe? Harc? Az életem. Provokáció. Az életem. Dafke. A gyerekkorom. Ha egyetlen napra valaki másnak az életét kipróbálhatnád, kiét választanád? Angelina Jolie-t, amikor Brad Pitt felesége volt. Foncolt. Amikor még jól működött a házasságuk, lehet, hogy akkor volt igazi, amikor már így harcoltak egymással, tudod, azt sosem lehet tudni. Melyik az a könyv, ami a legnagyobb hatással volt rád? Szabó Magda, Az őz. Melyik volt életed legfájóbb kommentje? Amikor azt mondta valaki, azt kommentelte valaki, hogy nem is voltam soha beteg, és bárcsak igaz lett volna.
Melyik a kedvenc mottód? A kedvenc mottóm? Hajj meg máskor! De morbid vagy, úristen! De mindegy, csodálatos lezárása volt ennek a beszélgetésnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egyébként ezzel nem gondolkodtam, ezt csak most teszem. Hát látod, milyen jó, amikor spontán reagál valaki valamire. Mondom, fantasztikus. Én morbid vagyok egy kicsit, nem baj? Nem. Kösz, hogy jó napodon volt. Nem. Kivágjuk. Semmit nem vágok, ja, jó, nem okay. Mondtam. Tehát, hogy ez így megy le. Köszönöm örülök, szépen. Hogy itt voltál. Köszönöm szépen.